megengeditek ugye, hogy ő ilyek én is. Igen. Legyen ez egy ilyen baráti beszélgetés. Szeretettel köszöntelek benneteket. Arany Jánosról tartok most egy előadást, mint mondottam, 200 éve született, 1817. március 2-án és 1885-ben mindössze 65 éves korában. Abban az időben nem csak a mesében járta az a szólásmondás, hogy annyi gyereke van, mint a rosta, lika, sőt még egyel több is, ez igaz volt a paraszt családokra is. Általában 8-10-12 gyermeket szültek az anyák. Arany János édesanyja Megyeri Sára is 10 gyereket szült. Közülük 2 maradt életben, mert az a bizonyos gyermekrostáló betegség, ugye biztos hallottatok, hogy a torokgyík elvitte az életképtelen gyermekeket. A legidősebb Sára nővére, és ő a legkisebb Janika maradt életben, a 10 gyerekből. Akkor már édesapja 55 éves volt, édesanyja még 45 éves, tehát meglehetősen idős szülők voltak, ugye általában 45 éves hölgyek manapság már nem szülnek. És nagyon óvták Janikát, nagyon szerették, szórahajló, csendes kis fiú volt, meséltek sokat neki, a Bibliából olvastak fel történeteket, édesapja, aki olvasni, írni tudó parasztember volt, kis földje volt, gazdálkodott, történeteket olvasott fel, szép históriákat, bibliai történeteket, zsoltárokat, a kis arany, mint a homok az esőt szívta magába, úgyhogy ő mire 6 éves korában iskolába volt, akkor ő már írni, olvasni tudott, mert 3,5 éves korában hamuba rajzolt betűkön megtanította az édesapját. Most kérdezitek ti, akik ugye parkerátás, meg hidegburkolatos lakásba éltek, hogy hogy kerül a hamu, honnan került a hamu és hova. Hát abban az időben ugye agyagpadlós lakások voltak, kemence, és kemencéből a hamut gyakran a padlóra tették ki a háziasszonyok. Ez volt a palatábla. Kitették a hamut szépen, elsímította arany apuka, Gyuri bácsi, és akkor azt mondta, Nojanikám, azt mondja, ez az a betű. Így kezdődik a te neved. És ezt minden betűt elmondott neki. 3 hét múlva Janika úgy olvasott, mint a vízfolyás. Mert zseniális tehetsége volt, emlékező tehetsége volt. Aztán iskolába járt Szalontán is, Debrecenbe is, de mivel szegények voltak a szülei, Debrecenben fél év tanulás után elment segédtanítónak, kisújszállás. Aztán visszament Debrecenbe, befejezte a tanévet, következő évben is belekezdett, de színészek jöttek Debrecenbe. És hát ugye a világot jelentő deszkák arany számára is nagy csábító erővel bírtak, mint Petőfére, és beállt egy vándortársulatba. A vándortársulat arra a szatmári térségben adta elő, amit éppen tudtak, eljutottak egészen Máramaros szigetig. És akkor a arany rádöbbent arra, hogy Úristen, mibe keveredtem én? Tehát ez egy lumptársaság volt, az a vándortársaság. Hát ugye ott bizony minden volt, ami nem igazán tisztességes, nem erre tanították. És egyik észre képzelődik, azt állott, hogy édesanyját halva látta, édesapját még vakon. És fogta magát, kölcsönkért pénzzel, vett egy cipót, meg egy darab szalonnát, és elindult Máramaros szigetől Nagyszalontára. Egy hétig az erdőgön át gyalog, hazament. Mit ad Isten? 2 hét múlva édesanyja tényleg meghalt, édesapja meg majdnem teljesen elvesztette a szeme világát. Ekkor megfogadta Arany János, hogy soha többet nem hagyja el a szülővárost, a szülőházat, és istápolta édesapját egész élete végéig. A falunak a jegyzője lett, és közben magánpasszióban írogatott. 1846-ban a Toldi hozta meg számára siker, 15 aranyat tűzött ki a bizottság, de 20-ra felemelték, mert úgy megtetszett. Hát az egy csoda, csak Toldi az egy csodálatos költemény, elveszélő költemény.
Ezzel aztán megszerezte Petőfi barátságát, leveleztek, aztán írta, a verseit megírta, egy évvel később Toldi, de trilógiának tervezte, a második részt a Toldi estét, az öreg Toldi megható, szomorú, szép történetét. A középső történettel volt a baja, mert az, amikor Toldi szerelméről kellett volna írni, de hát Toldinak igazából a szerelme a vitézi élet volt. Nem lépett sose házasságra, és egész majdnem élete utolsó évéig írta, javítgatta a Toldi szerelmét, de végül elkészült, és ebben a kötetben van a három Toldi együtt. Toldi esté és a Toldi szerelme. A Toldi szerelme a leghosszabb, a legterjedelmesebb. Érdemes elolvasni, gyerekek, aki szereti a históriát, történelmet, a középkor, Nagy Lajos király idejében. Rengeteg érdekes kaland, háború van, humoros történet, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a trilógia. És a trilógián kívül még mi tartozik aranyköltői életművébe? A balladák. Büszkén mondjuk, mint magyarok, hogy a mi Arany Jánosunk a ballada Shakespeare-je. Körülbelül 30 balladája van. Döbbenetes, nagyszerű verse. És akkor most egyet bemutatok. Nem jelöltem ki, azt mondja, hogy mindjárt azért megveszed, mindjárt. 433. Nem jól néztem meg, de itt van. Bele is tettem, és mit kerempélek. Lányos zavaromban látjátok, elfelejtettem, hogy beletettem a főkésőben, mint tisztességesen. Tetemre hívás. Tetem, hol tetem? Volt egy középkori hiedelem, hogyha valaki erőszakos halállal halt meg, valakit meggyilkoltak, akkor azt kiterítették a ravatalon, úgy vérbefagyva, mosdatlanul, és tetemre hívták azokat, akiket gyanúsított. Hogy ő a gyilkos. És a hiedelem szerint, ha gyilkos megjelent a holtetemnél, a sebből buzogni kezdett a vér. Hát történt Bárci Benővel a következő eset. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt, hosszú hegyestő rifjú szívében, íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette fel atya, ott letevék a hűs palotán, ki se teríteti, meg se mosatja, vérben, ahogy volt, nap-nap után, hever egyszerű ravatalán. Állított őrzeni négy alabárdost, lélekez ajtón, se be se ki. Hát, ha az anyja szép húga már most jönne siratni, vissza neki! Jaj, ki parancsom élveszegi! Folytva teremről rejti teremre, halk zokogását asszonyi bú, maga, pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz öjfként csanda gyanú, legyen a sebb vérzése tanú. A palotát fedi fekete posztó, déli verőn sem süt oda nap, áll a tetemnél tiszti prosztó, gyertya feszület kánoni pap, sárga viaszfényt nyughelye kap. Jöjjönek ellenségi, ha voltak, jőkit az apja rendre nevez, hiába. Nem indul sebe a holtnak, áll a fejénél ez vagy emez. Gyilkosa hát nem ez, újra nem ez. Hát ki? Riadt fel Bárci sötéten. Bosszulatlan nem foly az ősi vér. Ide a gyilkost, bárha pecsétem váddal az önnön szívemig ér. Mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjönek úgy hát ifjú baráti. Sorra belépde a sok dalia, fáj nekik a hőst véri belátni. És nem harc mezején elomlania, erre se vérzik Bárci fiat. Jöjjön az udvar, apraja nagyja, jöjjön elő Bárc, a falu mind. Megkönnyezetlen senki se hagyja,
kedves urára számba tekint, nem fakad a seb könnyre megint. Jöjjön az anyja, hajadon húga, künn a leány már messze sikolt, anyja reál, hogy öleli búgva, mindre nem érez semmit a holt, marad a tört vér fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája, kund Abigail. Jő, szeme villan, s tapad a törre, arca szobor lett, lába gyökér, sebből pirosan buzog a vér. Könnye se perdül, jaja se hallik, csak oda kapol fészkel az agy, iszonyú az, ami oda nyilallik. Döbbenet által a szívere fagy, jányom, ez ifjú gyilkosa vagy. Kétszeri mondást, mint lebűvölten hallgat el, aztán így rebegi. Bárci benőt, én meg nem öltem, tanúm az ég, s minden seregi, ha nem etől, én adtam neki. Bírt a szívem már hű szerelemre, tudhatta, közöttünk nincs semmi gát, unszala mégis szóval az igenre, mert ha nem, ő kivégzi magát. Enyelegve a dáma tört, nosza hát. S vadul a sebből a tör kiragadja, szeme szokatlan lángot lövel, kacag és sír. Sven villogtatja, s vércse visongással rohan el, vetni kezet rá senki sem mer. Odaki lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni se szégyel. Dala vígy, egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénye, mint macska szokott az egérrel. Hát az egyik leghíresebb baladája, sokan szavalták ezt. Kedvetekét látjátok, én is el szavaltam, utoljára 16 éves koromban szavaltam ezt el. Betűnt is átlag gimnáziumba, úgyhogy ez mostani ünnepi alkalom volt. Milyen tanulság ennek a versnek? Mert van. Embereket ölni. Tessék? Nem szabad embereket ölni. Úgy van, az általános tanulság az, de egy kicsit szűkebbre véve a tanulságot, vannak olyan dolgok az életben, amivel nem szabad játszani. Játszott. Benő is játszott, mert megkérdezte a tanárom annak idején, hogy ki a bűnös? Mi voltunk ott a ítélőszék. Védőügyvéd az egyik csapat, vádlóügyvéd, ügyész. Ki a bűnös? Bűnös volt. Mind a kettő. De talán egy picit jobban Abigail. Vannak dolgok, amivel nem szabad játszani. A szerelem, az emberi érzések, a szerelem, mint az egyik legmélyebb emberi érzés, az nem lehet játéktárgya. Enyelve Adám a tőr, nosza hát, mondja Benőnek. De Benő is bűnös volt. Hát egy ilyen enyelgésre mindjárt nem kell a tőrhöz nyúlni, Benő. No de már késő. Vele megtörtént. Igen, ő a ballada Shakespeare. Csodálatos balladákat írt. Miket írt még a nagy? Bölcs ember volt, jó humora volt. Írt egy csomó tanúságos tanítóköltemét. Ezek közül biztos ismeritek a Fülemjét, ugye? Igen. Aztán írt egy ilyet is, hogy az a cím, hogy a bajósz. Hogy szedték rá kopaszájú Szűcs György bátyát az olá cigányok, akinek nem nőtt szerencsétlennek bajósz, és abban az időben, amikor ő élt, hát akkor ugye bajósz nélkül semmire se vitte. Versben van benne, hogy azt mondja, hogy már rég megválasztotta volna a nép őt bírónak, mindene meg volt a bíróságon. Hasa, hája, kék nadrága. De mit ér, ha nincs bajusz? Tavadott rá 10 vagy 20. Nos, akkor rászedik ugye a babonás Szűcs Györgyöt. Ismeritek a bajuszt? Ha nem, akkor olvassátok egy fantasztikusan jó írás. No, ilyeneket is ír. A tudós macskája is ilyen vidám történet. Ha erre lesz idő, ezt majd felolvasom. Na most, arany bölcs ember volt. De sokszor szoktam idézni ezt a verset, amit nektek is elmondok, a civilizáció. Most napjainkban éljük, hogy tényleg így működik a világ. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. És az erősebb, ha mit csínt tesz, összeül és helybe hagyja. Lásd, ezt meg,
Mit tudom én, micsoda? Nagyok csínt, nagyok csinálják a csínt. Amerika, nem Magyarország. Összeülnek és helybe hagyják. Ezt arany már 100 évvel ezelőtt belátta. Így működik a világ. Igen. Na. Nézzük tovább. Akkor most egy vígbaladát is felolvasok. Mert a baladának van egy fajtája, amit vígbaladának neveznek, humoros történet. Hát akkor figyeljétek ezt a történetet. Ez a címe, hogy a hegedű. Krisztus Urunk Szent Péterrel, vándorolván gyalogszerrel, magyar mond is útba ejté, az Alföldet nem felejté. Ha a beszéd nem Szófia, és áll a geográfia, amit ugyan eldönteni szoroska hely az itteni, mondom tehát, mennek vala, elől az Úr, s néhány lépésre szótlanul követte hű apostola. Útközben egy csárdához értek. Vendégi volt abban temérdek, azaz, hogy mindenféle sok palóc, matyófuparosok, jó alkura, még jobb hiszembe, tehet szállítva Debrecenbe. Bogárhátú széles farú szekereik, mint egy falu, oly szanaszét rendetlenül hevertek az állás körül, míg a lovak, mint ünnepen, szélt vettek a széles gyepen, s nem látszanak búsulni rajta, hogy valaki elhagy, behajtja. Vagy eltévednek, és soha nem lesznek a matyólova. Ellenben a jókedvű gazdák, ők úgyse gondolnák vele, búsuljon a ló, arra bízzák, hiszen elég nagy a feje. A kancsó kézről kézre jár, éneklik, hogy issza már. Hallani zajt, hangos kacajt, szidalmat is épületest, rohadt beszédekkel vegyest. Péternek mindez új dolog. Szeretné látni, hallani kissé közelről az egészet, és mintha vonná valami a csárda felé, és zsompolyog, gondolva, hogy tán csak benézhet, amint hogy rögtön be is ment. Urának ellenére, ki szelét hangon így szólt neki, ne menj be, Péter. Nem mondja kétszer, de büntetésül, hogy bement, a hátára hegedű terem. És alig, hogy a küszöbre lép, alig fordul egyet elébb időn, körötte, mint a mély, felzendül a garázda nép, húz rá, kiáltja mind, dolgozván a sok itse pint, az egyik a borát köti, a másik a pénzét csörgeti, furfangosan elmével egy a léces kármentőbe megy, és a fürge csaplárnét kivonja, szint úgy repít belé a kontja, és táncra billegőn a pár, elébe áll, nótára vár. Péter pedig csak nézeszét. Mire való ez a beszéd? A hegedű. Az oly csodás, nem látja ő, de látja más. Hiába szólt, hiába kért, hogy ő a nótához nem ért. Tűzre olaj a kifogás, kopasz mentség szabadkozás. És már nőtt önnövő dühök miatt, a házpalló dübög, alatt a házpallója, fent a béketűrő mestergerenda, ütés, ütésre, botra, bot. Veszedelmes egy állat. Én nem tudom. De gondolom, hogy akkor Péter is kapott. Az idvezítő ez alatt szép, csöndesen tovább haladt, s midőn elérte a tanítvány feléje fordult, így tanítvány. Kíváncsiság, kíváncsiság bűnnek fele, a rossznak már nézése ront. Ki szánszándékkal lett bolond, hagyd ott, ne szólj aznap vele. Józanság a szavam, de részeg ember elő, én is kitérek. Mondta Krisztus Urunk. Hát így hangzik egy vígbalada. Na most, ezen kívül arany rengeteg epikai alkotást is írt, sok maradt, sajnos. Töredékbe eltervezte, hogy trilógiát készít a Hunbirodalom történetéről. Egyik része, az első része készül csak ez. Ezen kívül ír gyönyörű szép. Mindenfajta lírai verset is. De nem csak ezzel foglalkozott, mert tanított is. Képzeljétek el, hogy 1851-től 69 évig a Nagykőrösi Református Gimnázium tanára volt. Neki nem volt tanári végzettsége, még mai értelemben vett érettségie se. Két gimnázium után azt mondta, hogy elég. Persze, most így azt mondták, hogy micsoda egy petyár gyerek volt, hogy nem végezte, de azért úgy angolul tudott.
görögül azért úgy tudott, németül tudott, fordított, stb. No, ő neki nem volt szüksége a iskolai oktatásra, mert zseni volt. Lényeg az, hogy sok nagyszerű vers mellett tanárkodott is. Ő írta a tankönyvet, mert nem volt tankönyv. És a tanítványok emlékeznek, hogy soha nem ült a katedrán, hanem mindig a diákok előtt járt, sétált le föl, és úgy adta elő az anyagot. Olyan tanár volt, tőle tanultam ezt, amit most mondok, mert én is tanár voltam 50 éven át. Tőle tanultam, szekundát, azaz elégtelent, soha senkinek nem adott. Pályafutásom alatt én sem adtam, egyetlen diákom sem. Ennek ellenére egy kislány mégis megharagudott rám, mert a mindig egyes írt a dolgozatába, mert egyszerűen már az idegeimre menne, nem lehetett megérteni, hogy mit ír az Isten adta. Én mindig háromszattam rá, de ez kevés volt neki. Hát mondjuk ennél ötös nem adottam azért, annyira már én sem voltam jó szívű. Na ez csak egy zárójel bezárva. Ilyen tanár volt, Arany János, nagyon szerették a diákok. Aztán innen Pestre kerül fel, és az akadémia főtitkára lett. 1877-ben nagy fordulat állt be az életébe, mert lemond a főtitkárságról, kapott az egyik barátjától egy kapcsos, szép könyvecskét, bőrkötésű könyvecskét, abba írt a Margit szigeten a balladákat. Magánéletéről ezt is el kell mondani, fiatalon, 24 éves korában megnősült, 1840-ben, én pont 100 évre, később 1940-ben születtem, hogy van ennek valami összefüggés a két dolog között, azt derítsétek ki, most poénkodok csak. Lényeg az, hogy megnősült 24 évesen, akár én, pontosan én is. 24 évesen. Született két gyermeke, no ebben már nem egyezik még az életemben, nekem három van. Született a Juliska és a Lacika. Először a Juliska, utána meg a Lacika. Lacika a fia kitűnő író lett. Ő írta meg a Déli Bálok Hőse című elbeszélő költemény. Ő alkotta meg a magyar ember tulajdonságait reprezentáló figurát, a Hübele Balázs. Ugye mindenbe belekapott ez a főhős, semmit se csinált végig. Hát állítólag ilyen a magyar ember. Kivéve, aki nem ilyen, mert ami mindenki ilyen lenne, akkor már rég nem lenne magyarság. Mert nem mindenki ilyen. Szegény nagyon szerette a kislányát, és képzeljétek el, 24 évesen megszülte kislányát, a kislánya, az unokát, Piroskát, és nem volt fél éves még a pici lány, amikor meghalt. Aranya soha nem heverte ki, végtelenül bántottam, mert ő Pestről mindig haza akart költözni, Szalondára. A lánya lakása mellé gyűjtötte a pénzt, volt is pénze, hogy vesz egy kis házat, egy kis földecskét, és ott fog a kislányával, akit imádott. Vagy hatszor fogott versbe, hosszan versbe, hogy megírja, megörökítse azt, amit Juliskával kapcsolatosan érzett, de legtöbbször ezt írt a papírra három sor után. Nagyon fáj, nem megy. No! Szeretett pipálni, sokat köhögött, és nem bírták rábeszélni, hogy hagyja a pipát abba. Azt mondta az orvosainak is, hogy ne beszéljétek nekem, sarlatánok vagytok ti mindnyájan. Ez a pipafüst, ez kell nekem, ez működik jótékonyan közre, nem tudták rábeszélni. Hogy halt meg? Úgy, hogy ült a karosszékbe, 65 éves volt, október 22-én, megtömte a pipáját, nem bírták a nagyon köhögött, nem bírták a családtagok lebeszélni, hogy ne gyújtson rá, rágyújtott. Szipákolt, és 11 óra körül leesett az állam, meghalt. Fia volt a fotel mellett. Az akadémia főtitkárának kiálló tisztelettel temették el József főherceg nádor, a király Ferenc József is írt
gyásztáviratot, egész Budapest kivonult a temetésére, Kerepesi temetőben van a sírja, méghozzá tudjátok, hogy milyen a sírja. Én minden évben el szoktam menni, úgy, hogy ilyen magasságban egy bronz koporsó van, nyugszik. Szembe vele a másik oldalon a szózott költője, Vörös Marti, akivel természetesen jó barátságban van. Úgyhogy így ez a pipa, amit Félix szívott el, ez a Szalontai Arany János Múzeumban van kiállítva. A fia elküldte a múzeumnak is, László fia. Úgyhogy most akkor nem tudom, mennyi időm van még hátra, ezt megkérdezem, majd László kedves szól, hogy van még. Van, akkor viszont most már én nem beszélek a többi tevékenységéről, de azért nagyon alakban erről is szólok, hogy nehogy azt mondják, hogy én halálgőzöm sincs, szép irodalmi folyóiratokat szerkesztek többek között. Műfordító volt, Shakespeare, Hamlet, Szent Ivánián című drámáját lefordította úgy, hogy mai napig még az ő fordításában játsszák. Nem tudják megkerülni a mai műfordítót, de olyan tökéletes. Görög vígjátékokat fordított le, úgyhogy irodalomszervező tevékenysége is nagyon jelentős volt. Tehát sokoldalú munkát végzett Arany János. És közben ugye írt a gyönyörű szép verseit, amik közül majd megismerkedtek ti is jó néhányan. És én most olvasok fel a versekből. Egyik vers, ez a humoráról szól. Ez a címe, hogy ismerték ezt a... Milyen szó is ez? Milyen szó ez? Van indulat szó szerint, ugye? Mi a kő jutott hozzám, hogy nem megy az irka-firka? Hiába van toll kezemben, csak bámulok, mint a birka. Gondolati, mint a túzok, melynek összefagyott szárnya, gyalog mennek a föld színén, egy sincs, aki fentebb járna. Olyan próza minden részem, mint egy kalmár, aki számol. De hisz én is azt teszem most. Lám hol a vidéje, lám hol? Most jön a csattanú, figyeljük! Úgy bizony, nagy számvetésbe merülék, tudnivik ebbe, egy dolog két vége közül, melyik kerül kevesebbe. Egyenesen dobni tűzre, mire egy megdevén papírom, hogy akkor tüzelni fel, a költeménnyel teleírom. Néha volt ilyen hangulat, hogy úgy érezt, hogy nem megy a versővel, és így szenvedett. A másik versnek ez a címe, hogy a világ. Hát ez megint egy olyan dolog, gyerekek, ugye, hogy mi is a világ, amiben élünk, milyenek, milyen is a világ, mik a törvényei, hogyan lehet igazodni hozzá. Hát a filozófusok erről is írtak annyit, hogy ez a könyvtár így, ez az egész, az összes terem kevés volna azoknak a könyveknek az elhelyezésére, ami erről a témáról szól. És volt nekünk egy aranyunk, egy Arany Jánosunk, aki bölcsebb volt a világ összes filozófusánál, ő egy rövidke kis magyaros ritmusú versben mindent elmondott a világról, költői módon, amit el lehet mondani. Figyeljétek csak! A világ egy kopott szekér. Haladna, de nem messze ér. Itt is törik, ott is szakad, sose féljünk, hogy elragad. A világ egy régi mente. Moly penész por összeette, folt se állja, foldani kár, célna után szakad mindjárt. A világ egy tói malom, néha tengervize vagyunk, néha csepp sincs, úgy kiszárad. Amint kéne, sose járad. A világ egy vén muzsikás, nem tud ő már kezdeni más, minden hangból húz csak feled, minden nap egy nótát feled. A világ egy rozzan csárda, most figyeljetek nagyon. Rossz menedék télbe nyárba, télbe fázol, nyárban ázol, mégis benne éjszakázol. Részeg ember ez a világ, ötször, hatszor egy nyomba hág, kész ugorni, hegyen, völgyön, s fölbukik a sima földön. Hát a világról, a létezésről, az emberi történelemről
Ennél tömörebben, képszerűbben senki nem mondta el a máig érvényes véleményt. Igen. Egy rozzancsárda világ. Télen fázunk benne, nyáron megy. Melegünk van, de benne éjszakázunk. Igaz? Na jó, akkor itt most ezt abba hagyom, és keresek egy részletet a... Bocsánat, kicsit rendezem magam a toldiból. Érdekességként elmondom nektek azt, hogy Nobel-díjas magyar tudósaik Amerikában, amikor elfogta őket a honvágy, Szentgyörgyi Albert, Olá Gábor, aki közelmúltban hunyt el, meg Tellerede, meg sokan mások. Elfogta őket a honvágy, akkor valamelyik a telefonhoz nyúlt, és azt mondja, végig telefonált a társakat, gyertek hozzám, szeánszra. És elmentek a szeánszra, és mi volt a szeánsz? Hogy elővette az, aki éppen összerántotta a társaságot, elővette a toldit, és elkezdte a toldit olvasni. Többiek is hallgatták, akkor belefáradott, odott a barátján, az is olvasta. Késő éjszakáig a toldit olvasták. És akkor megtelt szívük a magyar nyelv szépségével, és otthon érezték magukat az amerikai új hazában, Magyarországon érezték magukat. Telleredének volt egy híres mondása, túl volt már a 90-en, amikor azt mondta, és igaz, hogy életem legnagyobb felfedezése, legnagyobb találmánya, nem a bomba, ami a nevemhez fűződik, nem a hidrogén bomba, hanem az, hogy a világon nincs olyan csodálatos, tökéletes nyelv, mint a magyar. Ha én nem magyar nyelven tanulok, soha nem lett volna belőlem Nobel-díj. Az összes magyar Nobel-díjasnak ez a véleménye. Mert ez a nyelv ilyen. Ennek a konstrukciója, a szerkezete, szókincse egyéb. Még egy esetet mondok el. Van egy Nobel-díjas író, angol író. Bernard Shaw-nak hívják. Csodálatos drámákat írt. Ő 1951-ben azt nyilatkozta, ha ő neki magyar lett, megtanulta a magyar nyelvet, megismerte. Ha neki magyar lett volna az anyanyelve, az írói munkássága sokkal értékesebb lett volna. Ezen a nyelven írta meg a toldit Arany János. Kiválasztottam három részletet. Most kezdjük úgy, mint Ránk Bende, hátrafelé megy, a harmadik történetet olvasunk. Hozzáteszem még, hogy én minden évben el szoktam olvasni a két toldit, a toldit, meg a toldi estéjét. A toldi szerelmét is sokszor elolvasom, de csak részleteit szoktam. De ezt a kettőt egészben minden évben elolvasom. Hogy a magyar nyelv minden édes szépsége, gyönyörűsége újra belém jöjjön, átjárjon a fejem búbjától a sarkamig, újra elolvasom. Most is örömmel teszem ezt, hogy nektek elolvashatok. Ott vagyunk, ugye, hogy Toldi kivégzi az alattomos cserépést. Észrevette a Dunába, hogy orvul le akarja döfni. És akkor mondta neki, hogy erre egy kérd Istentől kegyelemkedjem, kérd Istentől utat, megmutatom, és aztán tudják, hogy történik. Megjelenik a király előtt, és a király a következő. Én neked a földön ím kegyelmet adok. Kérd Istent, remélem Isten is adni fog. Bírjad békességben, birtokod, ha rád száll. Nem volt az, mióta megvan jobb gazdánál. És hogy haragosod ne legyen a szomszéd, íme bátyád önként neked adja részét. Vértakadó testvér. Nem, de úgy van, érted? Hogy ősi birtokod öcsédnek ígérted? György merev
Szemeket vetett a királyra. Hely, de hogy mert nemet mondani szavára? Mert villogott a szeme, és iszonyú pogány harag sötét ellett a király homlokán. Jól van, mond a király. Igen a felelet. Jól van. Erről még ma írsz öröklevelet. Most pedig, miután így kipróbáltalak, mondom, udvaromnál többé ne lássalak. Megszólalt most Miklós. Felséges királyom. Bátyám birtokára egy cseppet se vágyom. A magamé se kell. Legyen tied, bátya. Teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azon könyörgök mostan felségemnek. Vegyen be seregébe. Csupán közembernek. Jó az Isten, jót ad. Megszerezi kardom. Amire szükségem leszem, abban tartom. Felelt a nagy király. Ne légy olyan gyermek. Hogyan vennélek én hitvány közembernek? Királyi fejemhez válaszlak téged, s mán kezdve 12 lóra jár hópézen. De míg ezt elmondta, az alatt leoldott derekáról egy nagy cifra rezes kardot, gyémánt a cifrája, arany volt a reze, Tudilak nyújtotta, s mondta, köst fel, neze. Semmit se mondhatna, s adhatna királya, ami Toldinak így örömet csinálna. Pénzért, gazdagságért, hely, de hogy cserélne. Dárius kincsének még oda se nézne. Azért akarta is szépen megköszönni, de a szó nem akarta nyelvére jönni. A király azonban nem neheztelt érte, mert az együgyű szív nyelvé nagyon érte. És hogy örömében ne maradjon hiány, hogy beteljék mindaz, amit szíve kíván, éppen, mintha álma kezdődnék elől, anyját látja jönni a korlátok felől. Elfelejtett mindent, és futott elébe, kímélve szorítá páncélos ölébe. Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett, csak az öreg Bence rít a hátok megett. Végre a nagy öröm, mely szívöket nyomta, mint a terhes főleg mérjét kiontotta, szemökből az ápor bőségesen hullott, akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott. Sokszor idézte ezt életem során már. Lelkemtől lelkezett, gyönyörű magzaton, csak hogy szép orcádat még egyszer láthatom. Beszép vagy, be nagyon illen Leventének, Isten sem teremtett tégedet egyébnek. Miklós pedig mondta, nem megjövendöltem, hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem? De nem köszönöm a magam erejének. Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének. Már most Toldi Györggyel lakhelyet cserélünk, ő nagy faluba megy, mi pedig itt élünk. Valahatán ő is hozzám édesedik, ha nem, én így kedjék még el nem tehet. Így szerette anyját a taliás gyermek, szívét nem bántá még nyila szerelemnek, nem is lőnasszonnyal tartós barátsága, azután sem lépett soha házasságra, rettenetes vitéz támadott belőle, kalászmódra hult az ellenség előtte, védte az erőtlen, a királyt, országot, csuda dolgairól írtak krónikákat. Senki sem állhatott ellent haragjának, de ingét is odaadta barátjának, s ha nem ellenkedett senki az országgal, örömes tanyázott a vígcimborákkal. Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket, nem az örökségen cibódó gyermeket, de kivel nem ért el egész világökre, dicső híre neve fennmarad örökre. Na ezt a két sort, amiben szerepel ez, hogy ökör, ez Toldi Ferenc nevű irodalomtörténész azt mondta barátja volt. Aranynak, hogy jár, és ez egy kicsit olyan nyers, olyan óriast, valahogy szebbre cserél, hát aranyít egy szebbre. Ami így hangzik az utolsó két sor, az arra a másik variáció. De még megy egy csillag a szép magyar égen, dicső neve szájról szájra mélyen. Hát ebben nincs ökör, ebben csillag van, de aludt rá egyet, azt mondta, nem, jó lesz ez lesz a jó, és mennyire igaza volt, hogy az a jó, amiben ott van az ökör, de kivel nem ér fel egész világ ökre. De és ő híre neve fennmarad örökre. Úgyhogy ez a variáció van. Hát nagyon sok szép részlet van, de én már azért úgy gondolom, nem én miattam, hanem ti miattatok, mert nekem volt egy nagyapám, képzeljétek el, nem is egy kettő, meg nagymamám is. És az egyik nagyapám, tudod mit mondom? Amikor egyszer disznóvágáskor, kicsit 6 éves,
össze-vissza ittem mindent, aztán húj, mi lett akkor? És akkor utána nagyapám figyelt oda, következő biztosan. Akkor is, ebből is kérni, babos jön. Nagy erősen. Mindjárt a góromra. Egy fosnás centet, azt mondja, hogy nem szabad. Csak annyit, amennyi jó esik. De nekem ez tata még jó esik. Nem esik, annál neked jó, mondta ő, eldöntötte. Úgyhogy nem szabad erőltetni. Akkor kell abba hagyni, még ezt is hozzátette az evés, ugye mindig akkor kell abba hagyni, a legjobban esik. Úgy érzed, hogy jaj, de jó esett, és akkor most még rá nem szabad. Abba kell hagyni. Én megtanultam ezt, és én is úgy érzem, hogy eddig ez jó esett nektek, de mennyi ideje mondom, amit mondom rá? 40 perc. Aranyos vagy. Ez azt jelentette, hogy egy szívesen hallgatnám. Én még szívesen olvasok fel, ha gondoljátok, befejezésül még olvassak fel egy verset vagy egy részt. Tanár úr, egy dolgot, a fülemülét, az annyira jellemző ránk magyarokra. Olvassam fel? Igen. Hát értelmezd, tehát úgy, ahogy mi a mondani valója. Hát ugye ez a pölpatvar. A magyar ember. Régen szeretett pörösködni, ezzel kapcsolatos egy családi története. Egy lánc szőlőn pörösködött az én rokonságomban két sógor. Az ügyvédnek annyit fizettek, hogy mind a kettő három lánc szőlőt vehetett volna a végén. Mondta aztán nagyapám, sokszor idézte, fiam, azt mondja, milyen ostoba volt, te neked azt mondja, ez a nagybátyád. Pitta az ügyvédnek a pénzt, ahelyett, hogy megegyezett volna. Hát a fülemüle is ilyen hasonló valamiről szól. Szívesen felolvasom. Mert annyira szép, ízes, humoros történet, hogy ezzel se lehet betenni. Na, hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per úgy mond, hadd legyen per, ami nem volt éppen oly rég, valahol a Tisza háton élt egy gazda pál baráton, s Péter annak tőszomszédja, róluk szól el rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban, könnyű nekik ott serényen megállulni egyékényen, hanem ami Péter Pálunk háza körül más találunk. Szenebonál, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, és ők nem igen voltak jó barátok. Ha a Pál kéménye püstöl, Péter attól mindjárt tüsköl. Ellenben a Péter tyúkja kapargál, a szegény Pál házafalát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhad. Ez se enged, az se hagyja, és a két ház kicsine nagyja összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen, innen és túl összeugat, és eszi mérgében a lyukat. Biztos láttátok, hogy a kutyák mérgében a földet eszi. De hogy a dologra térjek, ember emlékezett óta állott egy magas diófa, díszéül a Pál kertjének. A szomszédba nyújt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem várva. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemile épp a közös gajra üle, azt szemelvén ki oltárnak, honnan Isten jókor reggel, magasztalja szép énekkel, megköszönve a napot, melyre ím felvirradott, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli, szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, eszmél. Azt a pompán, fényt és színt, mely dicsőség, semmi kétség, ő élte jök létre csupán, ő érette mind, így gondolta a kisfiú. El annyira,
hogy Pál gazd, aki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, Uram, beszépen fütyül az én madaram. Köndé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Hangzik által a sövényen, egy goromba szó keményen. Hát kié, pattogja Pál, mikor az én pámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a fütykendet. Pál nem hagyja. Őt, úgyse, Péter ordít, ő még úgyse, többről többre, szóról szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, örre mennek, hajba kapnak, örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégse hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van véres orral, megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát úgymond ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig, térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófáról jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyja pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát még hallgassák. Így úgy történt, elbeszéli, övé a fütyő, azt véli, nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember, de hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesz-e, az ütlegből sokat elvesz, és a jobbhoz egy tallér vesz, mely is a bírói zsebben, bal felől a szív iránt még húzódik a legszebben. Földerül a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemülepörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya. És ám bátor két prókátor minden könyvét összehánya, s minden írás széjjel túr ilyen ügyről, madár fütyről. Mit se tud a Corpus Juris? Minden a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mondta ez alkal a szegény fülemülére. Hallja, kentek, se ide nem, se oda nem fütyöl a madárka, hanem jobb felélőt, nekem fütyöl, bal felélőt, nekem fütyöl, elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már nem történik ilyes lárma, össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a börtől. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek, fele barát, mint jó barát, semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni, egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd ki a fülemüle füttyét mai napság, felvállalja. Erre az a véleményem, hogy volna prókátor, aki fölvállal rá. Abba sajnos szegény aranyra. Ő is tudta. Nincs igaza, hogy a rokonság csupa jó. Hát erről én is tudnék beszélni, de hát a magánszféle, nem adok ki semmit. Úgyhogy erről ennyire. Majd kapom az ukást, ugye, hogyha most már azt mondják, hogy vége, 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 vége. Még csak 15 perc. Na, akkor még egy vidám verset olvasunk fel. És már most úgyse lehet kimenni kapálni, úgyhogy nyugodtan ráérünk hallgatni. Úgyhogy akkor most még egy, a kedvencenet mondom, egyik kedvencenet a vers, lehet, hogy ez se is megvezetek. A Fülemüle az jobban ismerős, a Fajósz is, de ez a... Jó, még egy költeményét nagyon szeretem. A Jóka ördöge, a zsémbes feleségről szóló történet. Hú... Nem tudtam elolvasni a feleségednek sosem, mert megpróbáltam, hogy hosszú téli estéken olvasok belőle részletet. Hagyjad, nem vagyok rá kíváncsi. Úgyhogy én ebben kudarcot vallottam, majd hogyha oda jutottok, akkor... No, de hát, ahogy itt látom a lányokat, ezek tündének, ezekből nem lesz Judit asszony, Zsémbes Judit asszony, egyses. Igaz? Nem. No, akkor hallgassuk meg a tudós macskáját. Aj, de szeretem ezt a versenyt.
A tudós macskája. Nagy lett volna a tudósnak az ő tudománya. De mi haszna, ha kevés volt a vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről, sajna. Akkor esett ez a bolond história rajta. Nem szeretett ez a tudós semmit a világon. Járt legyen bár égen, földön, két, avagy négy lábon, de a kender magos cicát sajna égtelenül megszerette, majd hogy fel nem falta. Szolgája is volt a háznak, ez viselte gondját, hogy lába ne keljen és a szerek el ne hordják. Hűcseléd volt félig meddig sajna, koplalás lőn este, reggel, bőséges jutalma. Máskülönben ment a dolga a kedves cicának. A reggelin gazdájával ketten osztozának. Búsan nézte ezt a szolga, sajna. Fél zsemlére, pohár tére, nagyokat sóhajtak. Mert tudósunk a magáét, ha fölreggeliszte, felét a cicának adni volt a szolga tiszte. Úriasan élt a macska, sajna. Csak nem akart még látszani rajta. Hé, ide! Mi baja lehet annak az állatnak? Szőre borzas, csontja zörgős, szédelekbe balog. Jaj, uram, hát a sok éjség, sajna. Kétszereznők csak a tartást, mindjárt lábra kapnak. Aznapságtól icetei járt, kapott egész zsemlét, a tudós csak lesi várja, hogyha nekitelnék, de a macska nem üdült fel, sajna. Elfogyott a fogyó holdal, sarlóvá hajolva. Kenner magos szegény cica nyavajába esvén, fölvette a néhai navat, nevet egy szép őszi estvén. Átszellemű kedves állat, sajna, falaton megosztom vele, mégis meg van halva. Tagadás, mond a szolga, a citus nem védett, én evén meg ő helyette reggel az ebéd. Mondtam, menjen egér fogni. S hajna, nem tanyáz álmodt egér, hol üres minden kamra. Nagy volt, mondok, a tudósnak az ő tudománya, de mi haszna, kevés hozzá vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről, s hajna, s ilyen apró dőreségről, gyakran estek rá.